A koronavírusos betegek ellátása érdekében 2020-ban és 2021-ben több ezer ember átcsoportosítására volt szükség az integrált megyei kórházban. Bár az oltások még 2022-ben is folyamatosak voltak, és a Józsa András Oktató Kórházban továbbra is működik még egy általános COVID részleg. A korábban bezárt és átalakított osztályok nagy részeit azonban az elmúlt nyártól visszaállították. Új feladatként jelentkezett azonban a kórház számára az Ukrajnából érkezett menekültek ellátása. Különböző gyűjtőpontokon kellett dolgoznunk, hogy az Ukrajnából menekülő embereknek adjuk az elsősegét, megtörténtek ezeken a gyűjtőpontokon a COVID szűrések is. Aztán az egész év folyamán fokozatosan láttuk el intézményünkben az ellátásra szoruló Ukrajnából érkező betegeket is. Ez is a jelen pillanatban is még zajlik, de hál' Istennek ez nem jelent óriási terhelést az intézményrendszerünkben. Utána ugye egy picit próbáltunk már visszaállni a normálihoz közeli menetrendre, ez a júniustól indult, amikor fokozatosan állítottuk vissza osztályainkat. És most azt tudom mondani, hogy néhány osztály kivételével, ide tartozik Nyíregyházán a sebészeti osztály érsekbészeti részlege, a kiemelt fokozatú Jósamet Hotel részlegünk, a nagykálói telephelyünkön még néhány pszichiátriai részek, amit nem tudtunk visszaállítani, de alapvetően az osztályok nagy része, a járóbetegellátás nagy része visszaállt a normálios közeli működésre. A megyei kórház főigazgatója a fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, több mint 8 milliárd forint értékben sikerült beruházásokat megvalósítani a nyíregyházi, a Mátészalkai és a fehérgyarmati telephelyeken. A megyeszékhelyen jelenleg a 118 férőhelyes nővérszálló építése a leglátványosabb fejlesztés. Az új létesítményt várhatóan 2023 végén adják át. A korszerűsítéseket és az új eszközök beszerzését saját költségből, az Országos Kórházi Főigazgatóság támogatásából és határon átnyúló programokból tudták finanszírozni. Új CT került beüzemelésre Nyíregyházán, Mátészalkán, a gyermekröntgenben egy teljesen új röntgenkészülőket üzemeltünk be. Amivel szintén a betegeink, a lakosság találkozik, teljesen megújult a vízutca, ahol azért már sajnos nagyon régi elavult gépekkel dolgoztunk, úgyhogy lecseréltük egy teljesen új készülékre az átvilágító röntgenberendezést, és a tüdőgondozónak a szakrendei részén is mozzajlik egy teljesen új röntgenkészülék beszerelése, azaz az ideérkező betegek, a lakosság egy teljesen új szakmai színvonalat tudnak már látni, amennyiben szükségük van erre. Természetesen ezek mellett, a nagy beruházások mellett voltak szakmai programok. Fejlesztettük az onkológiát, a kardiológián is folyamatban egy fejlesztésünk. Ennek részeként egy nagyon komoly beruházás zajlott, mert egy új angiográfiás, új szívkatéteres asztal is kialakításra került, ami azt jelenti, most már nem egy szívkatéteres asztalon, hanem kettőn tudjuk fogadni az súlyos szívbetegségben, szívinfarktusban szenvedő betegeket. Szűcs Attila kiemelte, az intézmény vezetése számára a legfontosabb, hogy a telephelyek további integrálásával újabb szint emeljék az ellátás színvonalát. Lesznek változások az egészségügyi ellátórendszerbe, ezekre szükség is van. De alapvető célunk, hogy minden intézményünket megtartsunk, minden osztályunkat megtartsuk, de természetesen a legfontosabb, hogy ott és azt működtessük, amit megfelelő szakmai színvonalon és megfelelő humán erőforrással tudunk működtetni. Ennek a koncepciónak a keretén belül folyamatosan innovatívan gondolkozunk, folytatjuk, elmélyítjük a tagkórházak, az osztályok közötti együttműködést. Folytatjuk az integrációs folyamatokat. Ennek részeként a fehérgyarmati és a mátészalkai tagkórházunkba összevonásra került addig két különálló osztályként működő anesteziológiai intenzív terápiás osztály, azaz ez lehetővé tette, hogy a humán erőforrást még racionálisabban mozgassuk, és mindig oda kell tegyük a humán erőforrásra, hogy a feladat, ahol a munka van. A főigazgató kiemelte, az elmúlt egy évben 27 rezidens orvos kezdte meg a munkát a kórházban, így sikerült előrelépni a humán erőforrás tekintetében. Ezen a területen ugyanakkor még rengeteg feladata van az intézménynek, a nyíregyházi telephelyen ugyanis 100 fölött van a betöltetlen állások száma. A 2023-as fejlesztéseket illetően kiemelten fontos a kórház sebészeti tömbjének felújítása. Erre vonatkozóan a beadott pályázat pozitív elbírálását várja az intézmény.